Tisztelettel köszöntöm a hatos csatorna nézőit. Önök a Terézvárosi Kék híreket hallják. A budapesti rendőrfőkapitányság, 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást folytat kisebb értékre elkövetett lopás vétsége elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen az alábbi tényállás alapján. 2015. április 1-én a Nemzeti Vagyonkezelő munkatársa a budapesti 6. kerület illetékességi területén a szokásos házbejárását hajtotta végre, amikor az Icsienő utca egyik társasházában észrevette, hogy a bejárati ajtótól a belső udvarra kivezető folyosó végén egy körülbelül 3 méter magas, kétágú létra van felállítva, és nem tartózkodik körülötte senki. Miután felnézett, látta, hogy a társasház 2 darab térfigyelő kamerája nincs a helyén. Ezután szemrevételezte a társasház 3., a bejárati ajtó fölötti, illetve a 4., az első emeleten az utca felőli oldali sarokban elhelyezett kameráját, de azok sem voltak a korábban felszerelt helyükön. A bejelentő elmondta hatóságunknak, hogy a belső folyosón talált létra 1. a lakóépületben dolgozó festő tulajdonát képezi, mivel az egyik földszinti lakásban festő munkálatokat végeztek. Elmondta továbbá, hogy 1. a társasházban lakó ismerőse közölte vele, hogy adott napon éjfél körül még nem volt felállítva a létre az udvarra vezető folyosón, viszont hajnali 3 óra táján már a folyosó közepén volt kinyitott állapotban. A 4 kamera értéke összesen körülbelül 160 ezer forint. A helyszínelés és a tanúkutatás után a további nyomozati cselekményekkel megkezdtük az eljárás lefolytatását és az elkövetők felkutatását. Hatóságunk nyomozást folytatott jelentős értékre folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalásbüntette, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége és magánokirat hamisítás vétsége megalapozott gyanúja miatt F. Nándor, F. Ferenc, H. Péter, E. Gabriella Judit, B. Irén, K. Ferenc, K. Károlyné és J. Sándorné ellen. Nevezett személyek még 2008-ban, mint egy nagy magyar biztosító üzletkötői, több esetben fiktív, hosszú futamidejű, magas havidíjú biztosítási szerződéseket kötöttek oly módon, hogy az ügyfelek részére, akiknek tényleges ügyleti akaratuk nem volt, a szerződéskötés fejében bizonyos összeget átadtak, és a megkötött szerződések után járó jutalékot jogosulatlanul felvették. Ezzel munkáltatójukat is tévedésbe ejtették, és a jutalék felvételével kárt okoztak. Ezen kívül bizonyos esetekben az üzletkötők az ügyfelektől átvett pénzösszegekkel nem számoltak el, azokkal sajátjukként rendelkeztek. Mindezekkel kapcsolatban több hamis magánokiratot is felhasználtak. Az ügy indítását követően egyre több sértett került hatóságunk látókörébe. Ügyészségünk folyamatos szakirányítása mellett egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagy kiterjedésű, szövevényes üggyel van dolgunk. A rendszeres tanúmeghallgatások és gyanúsítotti kihallgatások során szereztük meg a bizonyításhoz szükséges információkat. Ezeken kívül a céges iratok példányai is jelentősen növelték az ügy amúgy sem kis iratmennyiségét. Az eljárás befejeztével 240 rendbeli elkövetést tudtunk rábizonyítani a 8 gyanúsítottra, és az ügyet vádemelési javaslattal ügyészségünknek átadtuk. A korábbiakban már többször beszámoltunk önöknek a két kéz, két láb, két kerék programsorozatról. A Munkácsi óvodában 10 héten át tartottak az ezzel a képzési formával összefüggő előadások a Nemzedékek Biztonságáért Közalapítvány jóvoltából. A képzett rekreátor, valamint kapitányságunk közlekedési előadója hetente egy alkalommal foglalkoztak a kicsikkel. A játékos formában megtartott órákon az apróságok nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísérték az előadásokat. A két gyakorlott szakember színesen, érdekesen és változatosan foglalta le a csoport minden másodpercét. A képzési ciklus lezárásaként április 10-én a Fasori Kicsinyek óvodájában 3 intézmény összevontan tartja meg a nagy közös foglalkozást. Kerékpáros versenyek,
közlekedési vetélkedők keretén belül adnak számot a gyerekek a megszerzett ismeretekből. Ezek voltak a heti Terézvárosi Kék Hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A húsvéti ünnepekből hátralévő órákra kellemes pihenést kívánok Önöknek. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!